Néhány hónappal ezelőtt még hatalmas kátyúkon keresztül vezetett az út Szakolyból Nyírgelsére, most azonban teljesen sima felületű aszfalton gördül az autó kereke a két település között. A 29 évvel ezelőtt épült összekötő út az utóbbi években vált szinte járhatatlanná. Aki Szakolyból személyautóval indult Nyírbátor irányába, inkább Nyírmihályi felé tett több mint 10 kilométeres kitérőt. Bacskai Erzsébet, a község polgármestere azt mondta, a felújítás nem várhatott tovább, a helyiek régóta vártak erre a beruházásra. Több mint 10 éve húzódó feladat volt, ami az önkormányzatra hárult, és ezt a vidékfejlesztési programban sikerült megoldani a feladatot. 267 millió forint támogatást kaptunk, az meg külön öröm és büszkeség, hogy a nehéz múlttal, súlyos múlttal rendelkező önkormányzatunk 14 millió forint önerőt is tudott biztosítani az út felújításhoz. 170 millió forintot költöttünk el a Gelsi útra. A támogatásból megmaradt összeget szeretnénk egy másik külterületi mezőgazdasági útra fordítani. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a térség önkormányzatai, gazdálkodói, vállalkozói és őstermelői összesen csaknem 40 milliárd forint támogatáshoz jutottak az utóbbi években a vidékfejlesztési programban. Ebből az összegből jelentős hányad jutott külterületi utak fejlesztésére. Több mint 90 kilométer utat újítottunk fel az elmúlt időszakban, és ugyancsak rekord időszak volt ez, mert hogy 13 külterületi út épült, illetve épül jelen pillanatban is. A vidékfejlesztési program jóvoltából ez mintegy 1,2 milliárd forintot ölel fel. Az érintett szakasz egyébként gyümölcsösökhöz és nagy kiterjedésű erdős területekhez vezet. Nem véletlen tehát, hogy a megújult utat Nagy István agrárminiszter jelenlétében adták át. A tárcavezető arról beszélt, a vidékfejlesztési program keretében országosan 1500 kilométernyi külterületi helyi út újul meg. Erre pályázott sikeresen a szakói önkormányzat is. A fejlesztések további előkészítése pedig már folyamatban van. A szakói önkormányzat erőfeszítései azért is üdvözlendők, mert a csaknem 2,5 kilométernyi felújított útszakasz a Nyírgelsével való összekötésen túl a környékbeli tanyák és mezőgazdasági területek megközelíthetőségét is javítja. A projektre jóváhagyott csaknem 268 millió forintnyi támogatás az összköltség 95%-át tudta fedezni. Hölgyeim és uraim! A jelenleg futó programozási időszak hamarosan zárul, de már gőzerővel dolgozunk a következő időszak fejlesztési programjának, a kapstratégiai tervnek a pályázati felhívásain. Azzal a jó hírrel szolgáltok önöknek, hogy már elkészült a pályázati menetrend, amelynek alapján a jövő év elejétől megkezdődik az új agrár- és vidékfejlesztési pályázati felhívások és támogatási jogcímeknek is a meghirdetése. Az átadó ünnepségen elhangzott Szakolyba az elmúlt években 1 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett. A közelmúltban újult meg például a község óvoda épülete, idén augusztus 20-án pedig a település új római katolikus templomát szentelték fel.